Aki éppen születik, az el sem tudja képzelni, hogyan lehet élni végtagok nélkül. Császár Attila azonban már születése óta mozgáskorlátozott. Sem a bal lába, sem pedig a bal keze nem fejlődött ki rendesen. Térd alatt protézist használ, karja pedig könnyéktől lefelé csonka, tenyere nincs, és csupán egy ujja van. Én nem gondolom ezt egy ilyen hatalmas nagy problémának. Most hazudnék, azt mondanám azért, hogy minden nap élvezem, de nem csinálok ebből ilyen különös dolgot. Hát mindenkinek megvan a maga keresztje. Azzal főzök, amin van, ezt szoktam mondani többször. Ez így alakult. Egy csomó mindent nem is tudok, hogy hogy tanultam meg, hogy cipőt kötni. Kicsi lányomnak mutattam a cipőkötést, és akkor hát rájöttünk, hogy ezt az édesanyjával kell megtanulni, mert hát ugye egészen más technikával köti ő, mint én. De például nem tudtam neki megmondani, hogy én hogy tanultam meg. Tehát nem emlékeztem a folyamatra, hogy egyszer már tudtam, és nem felejtettem, mert hát nem csinálok ebből gondot. A sport pedig annyira volt például még jó, vagy arra is jó, inkább úgy mondom, hogy nagyon jól megismertem azt, hogy mi az, amit meg tudom csinálni, és mi az, amit nem. Ugye hétköznapokban nem nagyon szembesülök olyannal, amit nem tudok megcsinálni, vagy ha az elején tudom, hogy necces, akkor nem állok neki, de hát ilyet kerestem is ritkán találok, amit nem tudom még megoldani. A sportterén sem történt másként. Császár Attilát a lehető legjobb időpontban találta meg a parakerékpározás. Budapestre mentem feltanulni, és piszkosul unatkoztam, úgyhogy nagyon jó időzítésre keresett meg engem Boronkai László, a alapítvány a sportoló fogyatékosoknak, a szervezetének az elnök, aki kecskeméti, hogy szervez egy kerékpártúrát fogyatékosok részére, körbe kerekeznünk az országot, durván a határok mentén. Csatlakoztam a csapathoz, és egy nagyon jó közösség kovácsolódott össze. Vakok, gyengénlátók, siketek, mozgássérültek, körbe tekertük az országot, utána megalapítottuk a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét. Hát én ott megfertőződtem tulajdonképpen, úgy szoktam mondani. Nagyon hamar be is kerültünk a parakerékpáros közösségbe, voltunk Szlovákiában, még ez 93-94-es tanév nyarán volt a túra, és 95-ben mi már kint voltunk az Európa-bajnokságon, Altenstadtban, körbe bringáztuk a Bodentavat, tehát rengeteg olyan élmény volt, ami csak előre vitt mindig abban, hogy ez egy jó dolog. De nem gondoltam volna még a túra alatt sem, hogy ez így alakul, egyszerűen magával ragadott, hogy jó közösség volt, jó társaság, jól éreztem magam a kerékpáron. Mindezek mellett Császár Attila már négyszer vett részt a kecskeméti szép kihíváson. A parakerékpáros nem az egyes versenyek eredményeire büszke, hanem arra, ahogyan ezeket elérte. És bár sok mindent megvalósított már, célok továbbra is vannak, amelyek közül az egyik legnagyobb a paralimpián való részvétel. Rövid távon nagyon bízok abban, hogy eredményesen tudok együtt dolgozni a fehérvári teljesítménydiagnosztika csapatával. Egy edzőt fogadtam tulajdonképpen, és vele, ha jól sikerült az alapozás, és remélem elindulnak a versenyek is ebben a helyzetben, akkor egy pár rövid időfutam bajnokság lesz itt durván a közelben, és utána megyek szép kihívásra hozzátok Kecskemétre. Az lenne az első hosszabb táv, amit teljesíteni szeretnék idén. És hát még nem tudom, ugye az olimpiával kapcsolatban is pontosan hogyan alakulnak a dolgok, de még elképzelhető, hogy megtartanak ott is válogató versenyeket, amivel még pont szerző lehet. Nálunk egy közös kalapba gyűjtjük a kvalifikációs pontokat az olimpiához, és hát még abban a kalapban, hogyha tudok beletenni, akkor ezzel talán előrébb lesz a paralimpiai csapat is. A célokat nem egyedül kell elérje Attila, mellette vannak szerettei, akikre mindenben számíthat, akik támogatják őt. Most nagyon jó érzés, hogy a családom is már nem csak mint kísérő jön velem, hanem nagyon sokszor ők is jönnek versenyekre. Kicsi lányom is, párom is. Például most egy ilyen újabb dolog, hogy már mi családilag éljük meg a versenyt belülről is. Túrázni már régóta túrázunk együtt, nagyon szeretünk együtt túrázni, de most már ők is igazán a versenyt is megkóstolták már jó párszor. Dobogós helyezései is vannak. A parakerékpáros úgy vélekedik életéről, hogy nincsenek illúziói. Attila úgy fogalmazott,
tudja, hogy nem fog protézis nélkül virágmezőn futkosni. Azonban mindene megvan, ami az élethez kell. A célokat Attila kitűzte. Biztosak vagyunk abban, hogy ezeket a terveket is egytől egyig meg fogja valósítani. Mi pedig szurkolunk neki.